Nem lehet eleget beszélni a folyadékpótlás fontosságáról, melynek nyáron még nagyobb jelentősége van. Bár sokak számára vonzóak a cukros szénsavas üdítők, a tiszta ivóíz jelenti az igazi üzemanyagot szervezetünk számára. A Nyírségvíz ZRT-nél is éreztetik hatásukat a legmelegebb hónapok, bár a fogyasztás mértéke nagy mértékben függ az időjárástól. A nyár első fele csapadékosan alakult, ekkor nem volt akkora vízigénye a lakosságnak. Nyíregyháza naponta 20-21 ezer köbméter ivóvizet adtak ki. Most a forróbb időszakban azonban növekszik a fogyasztás, nagyjából 25 ezer köbmétert juttat el a városban élőkhöz a társaság. A Nyírségvíz különféle munkákkal már hónapokkal korábban elkezdi a felkészülést a hőség idején jelentkező igények kiszolgálására. A társaságunknál karbantartási ütemtervek vannak. Ezeket a karbantartási ütemterveknek az első szakaszát mindig tavasszal, tavasz végén elvégezzük. Így magas tározókat, alacsony tározókat lemosatjuk, fertőtlenítjük. Hálózatot szivacsdugós mosatással, illetve hálózatöblítéssel végig tisztítjuk, technológiákat átnézzük, tehát mindezek a feladatok elvégzésre kerültünk és felkészültünk a nyárra. A szakember szavai szerint nem is fordulhat elő, hogy a társaság nem tud elég ivóvizet biztosítani a lakosság számára. A korábbi időszakban ugyanis jóval több vizet, 30 éve például még napi szinten 50-60 ezer köbméter vizet adtak ki a vízművek. A vezető beszélt arról is, a Nyírségvíznél folyó munkálatok ősszel is folytatódnak. Végezzük a felújítási pótlási munkákat, tehát ezek, amit korábban úgy apostrofáltunk, hogy beruházások, ugye, ami részben a értékcsökkenésből származó díjakból, illetve költségekből indul, illetve a bérleti díjakból lévő összegekből ezeket a rekonstrukciós munkákat végezzük most folyamatosan, ezzel párhuzamosan vízórát is cserélünk, és hát megy az üzemeltetés. Tormási Géza hozzátette, ezeket a munkákat a befizetések mellett pályázati forrásokból finanszírozzák.